4. napján kötött kölcsönszerződést, amelyet a Lombard Leasing jogtalanul szállított el, a gépkocsi sértett tudta, és beleegyezési nélkül vitte el ki el ismeretlen elkövető. Az eltulajdonítást követően pár nappal később a Lombard Leasing értesítette a sértettet, hogy a gépkocsi a Budaörs Sport utca 6 szám alatti tárolótelepen található, és felszólították a sértettet, hogy menjen be és adja le a gépkocsi forgalmiát és kulcsait. Tette ezt a cselekedetet a Lombard Leasing utasítására eljárva ismeretlen személy, úgy, hogy a Lombard Leasing korábban már konkrétan tudatában volt annak, hogy a sértettel kötött kölcsönszerződés teljes mértékben érvénytelen. Ezt az érvénytelenséget a szegedi törvényszék jogerősen közérdekű perben állapította meg. A szegedi törvényszék a sértettel kötött HIP 2005. június 1. számú üzletszabályzatot 10 pontban érvénytelenítette. A tisztességtelen szerződési feltételek alapján a sértettel megkötött kölcsönszerződés érvénytelen. Érvénytelen szerződésre érvényes jogcselekmény semmilyen szinten senkinek joga nincs ebben az országban megtenni. Az a Lombard Leasing, amelyik a kölcsönszerződésnek az egyik szerződő fele volt, tudta, hogy a megkötött kölcsönszerződés semmis. Azt is tudta a jogászai útján, hogy semmis szerződésre semmilyen jogszerű cselekedetet, autót elvinni nem lehet. Ezt megtette, mert hülyének nézte a saját szerződ ügyfelét, csak hogy tévedett. Emellő ügyfél mellé a Jogállamiság Egyesület, az Otthonvédelmi Tanács és minden becsülethez tisztességes magyar ember odaáll, mert a banki lopásoknak, banki rablásoknak véget kell vetni. Ez a cselekedet, amelyet a Lombard Leasing elkövetett, és ezáltal meggyalázta Budaörsöt is, mert olyan helyet, olyan helyre vitte, ahol itt Budaörsön van a telephely, és az a város, amelynek a telephelyi lopott autókat tárolnak, maga is szégyenbe kerül. Budaörsnek is el kell számolni a Lombard Leasinggel. A rendőrségnek a sarkára kell állnia, és azt kell mondania, hogy itt van egy bűncselekményből elkövetett eszköz, egy megtalálható bűncselekményből származó tárgy, amelyet vissza kell rendkívüli intézkedéssel a rendőrségi tévé nemrég paragrafus alapján számoztatni a sértetnek. Mindezek az állítások, amelyek az én számban itt elhangzanak, okirattal, tényszerűen, bizonyítandóak, amelyik itt vannak a kezünkben. Ezek az állítások felkérült valósága és megbízhatósága felől senkinek semmilyen kétsége ne legyen. Teljesen megalapozottan jöttünk ide, és a jogsértés, amit elkövetésre került, azt az ügyészség követte, az egyik legnagyobb jogsértést, amikor azt mondta, hogy február 6-áig ne is jöjjünk. Mi van akkor, ha valaki agyon megszik az utcán? Mi van akkor, hogyha csak az ügyészség tudott volna intézkedni? Az ügyészségi törvény kimondja, hogy az ügyészség azonnal köteles intézkedni, és a legnagyobb időn belül köteles felderíteni a cselekményeket. És azt elősek, milyen ügyészség az, melyik azt mondja, két hét magyar el vissza, addig meghalsz, több mindegy, de én vagyok az ügyészség. A fűtött szobában én vagyok az ügyészség. Hát elég volt, mert az ügyészség és rendőrség az előfizető állampolgárok pénzéből él. És amíg az adókirató állampolgárok tisztességesek, addig az elnyúló hatóságok, az ügyészség és az igazságszolgáltatás szervei ugyanúgy tisztességesen kötelesek betartani a törvényt. És csak azért vagyunk itt, a törvényeket betartva, tisztességesen, hogy az eljáró hatóságok tegyék meg azokat az intézkedéseket, amelyek jogkörükbe és feladatkörükbe tartoznak. Tisztelettel kérjük az ügyészség képviselőit, aki itt van, hogy hallja ezt a hangszórót, a rendőrséggel karoltva,
hogy tegyék meg azokat az intézkedéseket, most azonnal rendkívüli intézkedés keretében soron kívül, ami az ügyészségi törvényt felhatalmazza az ügyészséget, hogy a bűncselekménnyel megvalósult autó elvitelt szüntessék meg, és intézkedjenek a Lombard Leasing Zrt-vel szemben. Tájékoztatom a tisztelt ügyészség és a tisztelt rendőrség jelenlévő szolgáltató tagjait, hogy a Magyar Köztársaság 2001-ben parlament elfogadott egy olyan törvényt, hogy jogi személyek büntethetőségét is lehetővé teszi, és ezt a büntethetőséget alapvetően az ügyészség tudja megindítani. Ez a törvény a mai napig hatályban van, tehát az a Lombard Leasing, amelyik ezt elkövette, igenis a mai hatályos törvények alapján büntetőeljárás alájává vonható és megerősítható. Ezért az ügyészség, aki ezt hallja, és most nem köszönjük az intézkedést, ezért ezt gyakorlatilag ez minosztárban megnyilván a törvénysértésnek a minőségét, majd minosztárban megnyilván a törvénysértés, a magyar államhatalmat és a magyar Magyarországot járatja le. Ezért kérem az ügyészséget, álljon a törvényre, megtartatására felhatalmazó feladata mindjárt, és tegye meg a szükséges intézkedéseket, mert itt nincs tovább egy nap sem. Az, hogy február 6-ára küldenek valakit vissza január 21-ről, ugye, ez azért egy úgynevezett Európai Unióban lévő államban elfogadhatatlan, és súlyosan ütközik az Európai Egyezmény, Emberi Jogok Egyezményének 6. cikkébe és 5. cikkébe, ami a tisztességes eljárás és a büntető eljárások szabályszerűségét hívja elő, és kötelezővé teszi az Európai Unióban lévő államokra, így Magyarországra is. Tehát felszólítom az ügyészséget, mert nem felkérem, hogy kérdése se jönne ki, hogy teljesítse a törvényben adott feladatát, amennyiben nem, akkor vonja le a következményt, és Pól Péter és összes ügyész mondja le. Köszönöm!